Hát én mindig előtérbe helyeztem a grassrootsot, tehát a nem profi labdarúgást, amiben beletartoznak az amatőrök, a nők, a futszál és így tovább. Én abban bízom, hogy még több támogatást tudunk ezeknek a területeknek, akár szakmai, akár pénzügyi értelemben megszerezni, mert gyakorlatilag ezek azok a lépések, ezek a területen történő befektetések, amik hosszú távon meg tudják alapozni a futballt, beleértve a magyar futballt is, és hát hosszú távon tudnak támogatókat szerezni a futballnak is nézőket. Hát ez az egyik legfontosabb. A másik, amit otthon is elkezdtünk, a fiatal játékosok szerepeltetése, a külföldi játékosok számának a csökkentése, erre megpróbálok majd kezdeményezéseket tenni, úgy Európában, mint akár a FIFA szintjén is. Tehát összességében azt gondolom, hogy tájékozódni kell először, mert hát a FIFA működéséről valamennyit tudok, hiszen korábban tagja voltam a világbajnokságot szervező bizottságnak, most pedig egy ülésen vettem részt a pénzügyi bizottságban, de összességében egyébként azt látom, hogy a FIFA-nál is jó irányba haladnak a dolgok, és sokkal transzparensebb az egész működés és szervezet. Úgyhogy sok újat nem tudok most mondani, mert még nekem is meg kell szerezni a megfelelő információkat. Pénzügyi területen azt gondolom, hogy teljesen megváltozott a helyzet. Egy nagyon tehetséges új CFO-ja van a FIFA-nak, aki nemzetközi cégeknél szerzett tapasztalatokat, nagyon sok lépést már eddig is, hogy teljesen transzparens legyen a szervezet, és úgy látom, hogy minden jó irányba halad. Nyilván kevesebbet tudok a FIFA belső működéséről még egyéb területeken, hiszen ebben nem vettem részt, majd most fogok részt venni, de amit a Infantino úr meghirdetett, változásokat azok mind jó irányba mutatnak, még ha van is néhány körül vita, mint például a világbajnokságon résztvevő csapatok számának a emelése, vagy növelése, de összességében azt gondolom, hogy mind a két szervezet, ne csak a FIFA-ról beszéljünk, hanem a UEFA-ról is nagyon jó úton halad, hogy azokat a eseményeket, gyakorlatokat elkerüljék, amik mind a két, de elsősorban a FIFA-nak nagyon rossz imidzset hoztak az elmúlt években. Hát a reformok, amiket meghirdetett, és amelynek egy része a alapszabály változásba is megjelent, azok megint csak a transzparenciát szolgálják, például, hogy ne forduljon elő az, hogy kézen közön kerül eldöntésre, hogy nemzetközi versenyeknek, akár Európa-bajnokságnak, vagy Bajnokok Ligája döntőnek a helyszíne nem transzparensen, hanem kézen közön kerül eldöntésre. Tehát úgy látom, hogy a Seferin úr igazából először házon belül kíván rendet tenni, meg kell mondani, nem hasonlítható az UEFA korábbi működése, a FIFA korábbi működéséhez, az UEFA-nál azért sokkal transzparensebb volt a működés, de ezen még lehet javítani, és hát amit ő is mindig hangsúlyoz, amit az előbb én is mondtam, hogy a grassrootsnak sokkal nagyobb szerepet kell kapnia, úgyhogy bízom benne, hogy azok a törekvések, amik itt a két szervezetnél fellelhetők, azok segítik a magyar futball fejlődését is.